Köszöntök mindenkit, sziasztok! A következő 24 óra során is egy viharciklon, igaz egy jelentősen legyengült viharciklon alakítja Magyarország időjárását, ennek ellenére holnap ismét nagyobb telten megerősödik az északi északnyugati szél. A hét további részében is időjárási frontok sora érkezik Magyarország felé, ennek okára mindjárt kitérünk részletesebben is. A változékony időjárás ellenére azonban sem a minimum, sem a maximum hőmérséklet nem változik érdemben a hét során, az átlagosnál mindenképpen egy néhány fokkal enyhébb időre számíthatunk. A magassági futóráramlás, illetve angol nevén a Jet Stream az oka ennek a változékony időjárásnak. A Jet Streamnek a 10 nagyjából 10 km-es magasságban található 300 hektopaszkálos nyomási szint szerét nevezzük, és ez a magassági futóáramlás immár hetek óta nagyon stabilan fúj Grönland, illetve Kanada felől a Brit-szigetek, illetve Észak, valamint Közép-Európa térsége felé. A magassági futóáramlás hatására sorozatban alakulnak ki ciklonok itt az Észak-Atlanti térségben, és ezek a ciklonok szállítanak északnyugat felől változó nedvességtartalmú levegőt Közép-Európa fölé is, ennek köszönhető, hogy sorozatban érkeznek hideg, illetve meleg frontok Magyarország fölé. Ha némileg lejjebb, a 700 hektopaszkálos nedvességi mezőre pillantunk, ez kb. 3 km-es magasságban található, akkor nagyon jó nyomon követhető, hogy északnyugat felől sorozatban érkezik változó nedvességtartalmú levegő Magyarország fölé. Ez magyarra lefordítva meleg, illetve hideg frontokat jelent, és a frontok átvonulásakor összességében több alkalommal is kisebb mennyiségű vegyes halmazállapotú csapadék hullhat. Változás legkorábban a jövő hét első felében körvonalazódhat. A jövő hét első napjaiban a magassági futóáramlás némileg északabbra tolódik el, ennek hatására a most még Nyugat-Európa fölött lévő anticiklon némileg Kelet-Európa fölé húzódhat, ennek hatására a jövő hét első napjairól beszélünk, némileg szárazabb, illetve melegebb levegő érkezhet Magyarország fölé is, egyre több felé 10 fok fölötti csúcsértékek lehetnek jellemzőek Magyarország területén is. Most az előttünk álló éjszakán azonban még változékony időjárásra számíthatunk, alapvetően erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak az éjszaka második felében a Dunántúlon csökkenhet már a felhőzet. Összességében többfelé is előfordulhat kisebb mennyiségű vegyes halmazállapotú csapadék, ennek halmazállapota a Dunántúl északi felén, illetve a középső megyékben általában eső, illetve havas eső lehet, havazása az északkeleti megyékben lehet számítani, illetve az éjszaka második felében a Dél-Dunántúlon, illetve úgy általában a déli megyékben is. Reggelig csak kevésen fordulhat elő megmaradó hóréteg, az északkeleti határvidéken hullhat néhány centiméter hó, illetve az éjszaka második felében a mecsekben, illetve környéken hullhat hasonló néhány centiméteres hó, 5 cm-es hóréteg azonban sehol sem valószínű. Általában 0 fok köré csökken kora reggelre a hőmérséklet, de a szélvédett északi középhegység északi oldalán ennél érdemben hidegebb lehet, és hasonlóan -4-5 fokos értékek előfordulhatnak a szélvédett délnyugati határvidéken is. Holnap napközben a csapadék gyorsan megszűnik, kelet felé elhagyja a csapadék zóna Magyarország területét, ezt követően felhő átvonásokra számíthatunk több kevesebb napsütéssel, és csak kevésen fordulhat elő zápor, illetve hózápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet pedig általában 5, illetve 6 fok közelében alakul. Ahogy azonban már a bevezetőben is jeleztem, holnap napközben elsősorban a Dunántúlon nagy területen megerősödik majd az északi északnyugati szél. Viharos, tehát 60 km/h meghaladó szélre, azonban csak kevés helyen számíthatunk a Nyugat-Dunántúlon is. Arra elsősorban Sopron, a Balaton, illetve a Bakony térségében van esély, de messze nem kell olyan erős szélre számítani ezekben az ország részekben sem, mint ami a vasárnapi nap során fújt. Kedről szerdára virradó éjszaka azonban előbb egy meleg, majd gyorsan egy hideg front is megérkezik Magyarország felé, így újabb hullámban kell csapadékra készülni. Természetesen ismét szinte mindenütt erősen megnövekszik majd a felhőzet, és az ország északkeleti kétharmadán kell többfelé csapadékra készülni, ennek halmazállapota döntően havazás lesz, de elsősorban itt a Dunántúl északi részén inkább havas esőre kell készülni. Szerda reggelre ennek ellenére elsősorban az ország északkeleti felén megmaradó hó hullhat, ez várhatóan néhány centiméter lehet, de az északkeleti megyékben szerda reggelre akár 5 cm-t meghaladó hó is összegyűlhet. A minimum hőmérséklet azonban nem alakul érdemben máshogy, mint ahogy kett hajnalban, alapvetően 0 fok körüli, vagy kevéssel 0 fok alatti minimumok valószínűek, az északi középhegység völgyében fordulhat elő érdemben ennél alacsonyabb érték. Ez a csapadék zóna szerda nappalra gyorsan elhagyja Magyarország területét, a keleti határvidéken is gyorsan megszűnik a csapadék, és ezt követően ismét felhőátvonásokra, több kevesebb napsütésre és kevés helyen záporokra, illetve hózáporokra számíthatunk. Ugyanakkor fontos, hogy szerda napközben ismét nagy területen viharossá fokozódik az északnyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig az erős szél hatására még néhány fokot emelkedik is a keddihez képest, általában 4, illetve 10 fok közé emelkedik a hőmérséklet kora délutánra. Csütörtökön átmenetileg nyugodtabb időre számíthatunk, naposabb jellegű idő valószínű, kevés helyen futó záporral, illetve hózáporral. Pénteken napközben azonban ismét megélénkülhet, sőt megerősödhet az akkora délnyugati szél, ennek hatására nagyobb területen alakulhat 10 fok közelében a csúcsérték. Pénteken a nap második felében pedig északnyugat felől újabb hidegfront érkezik, újabb vegyes halmazállapotú csapadékkal.
Ha tetszett az a videó, akkor kérem kövessetek bennünket alábbi elérhetőségeinken is. Én most megköszönöm a figyelmet, sziasztok!